A Gerecse nyugati hegyei és a Szomót határában az egykori tatai lápvidéken elterülő halastavak vármegyénk népszerű kirándulási célpontjai. Szomód több gerecsei kerékpártúra pihenő állomása. Tata és Tatabánya közelsége, az erdő tiszta levegője és a szép természeti környezet azokat is ide vonzza, akik kertesházat és falusi lakóhelyet keresnek családjuknak. Azok is biztosan ellátogatnak ide, akik a 2000 éves Neszmélyi borvidék központját szeretnék felfedezni. A tatai járásban fekvő kis településen ma közel 2000-en élnek. Természeti adottságai miatt nem meglepő, hogy Szomót területe a rézkor óta lakott hely volt. Legjelentősebb ókori emlékei a rómaiaktól származnak. Egy baráti beszélgetésnél kiderült, hogy egy fiatal ember felajánlott, hogy van egy, gondolják, hogy mi szarkofág, vagy valami hasonló ilyen kődarab. Ez egy nyári napon volt, elmentünk megnézni, és kiderült, hogy valójában egy szarkofágot találtak, azt rejtette a szomódi föld. A régészek szerint a szarkofág a 3.-4. századból maradt ránk. Dunaalmás és Szomót határában halad egy közel 2000 éves római út. A birodalom légiós táborának, Brigéciónak az építéséhez szállítottak rajta követ. Régészeti szempontból felbecsülhetetlen értékkel bír. Az Árpád-korban Szomód a Csák nemzetségbeli Ugrin birtoka volt, majd a tatai vár tartozékaként említik a krónikák. A legelső emlékünk, ami a Egyesület birtokában is van, mert elkértük a levéltártól, ez II. Andrásnak 1225-ben datálódott levele, ebben Szomódot Zumuld néven említik. A 16. század közepére Tata és környéke a törökökkel vívott harcok állandó színtere lett. Szomód a Duna és a Vár közötti területen az átvonuló seregek útjába esett. A török hadak feldúlták, lakosai menekülni kényszerültek. Egyszer sikerült gülbasi vitézeit kihozni az iskolába, és akkor mesélték el nekünk, hogy történészek, hogy valójában ez a terület, ez elpusztult. Tehát a tatai várnak az ostrománál, ezen a területen, ahol most Szomód található, ezen a területen haladtak a török csapatok, gyakorlatilag elpusztították. Az elnéptelenedett középkori faluba lassan visszatértek lakosai, velük együtt reformátusok is érkeztek. Szomót korábbi templomát vették birtokba, de az érsek újvár ellen vonuló török csapatok 1663-ban azt is lerombolták. Szomót község nem ott helyezkedett el, ahol ma, egy kicsit kijebb volt található, Zumuld néven volt ismerős, és mindig, ahogy az emberek közeledtek a város felé, a munkalehetőség, a gazdaság fellendülése kapcsán, így valahogy mindig közelebb húzódott a falu a nagyvároshoz, Tatához. Tatán, mivel sok református testvérünk van, és nagy református gyülekezet, így a vidéken is hasonlóképpen megtalálhatóak voltak a reformátusok. Patics falu új templomukat az 1700-as évek második felében a katolikus gróf Eszterházy Miklós vette el az újhitűektől. Ha úgy alakult, hogy református felekezetű testvérek össze akartak jönni egy istentiszteletre, vagy egy bibliai alkalomra, akkor úgy gondoskodtak arról, hogy egy átutazó vándor lelkipásztor érkezzen, aki igei szolgálatot tart nekik. A ma is álló református templomot 1889. decemberében szentelték fel. Építőmestere a komáromi Mikos Nándor volt. Az építés költségeit a gyülekezet gyűjtötte össze, első Ferenc József, osztrák császár, magyar király is hozzájárult adományával. Ma a sétára hívogató templomkertre és a régi iskolából kialakított gyülekezeti teremre a legbüszkébbek. Szomót sorsát minden szempontból meghatározta a tatai központú Eszterházy uradalom a 18. és 19. században.
nagyon meghatározta az Esterházy uradalom a Szomódnak és a környékének is a terület, a fejlődését, pedig hozzájuk tartoztunk. És ez meghatározta azt, hogy mit termelhettek. Tehát a termelésben tudjuk azt, hogy a tatai cukorgyárhoz cukorrépát termeltek. Tehát a Tatán felelhető sörgyárhoz malátát és hozzátartozó anyagot termeltek. Az Esterházy család württembergi katolikus németeket telepített be a községbe az 1740-es évek végén. Ebben a korban épült Szomód barokk stílusú katolikus temploma, amelyet az uradalom népszerű építésze Fellner Jakab tervezett. Závori Zoltán festőművész, restaurátor, 1992-ben a templom védőszentje Szent Jakab apostol életéből vett szekkókkal díszítette a boltozatot. Szomódon kezdte egyházi szolgálatát Makkó Lajos, aki Tűz Tamás néven publikálta verseit. Első kötete 1941-ben jelent meg Tiszta Arannyal címmel. A II. Világháborúban szovjet hadifogságba esett, az 1956-os forradalom után nyugatra menekült. Papként, költőként és irodalomszervezőként működött, Kanadában halt meg 1992-ben. Ennél a kopjafánál a II. Világháborúban eldördült sortűz áldozataira emlékeznek minden évben. A tragédia Dunaszent Miklós közelében az erdőben történt 1945. januárjában. Dr. Schmidtmayer Richard és Nemes János írása a jégbe fagyott sikoly beszéli el a szovjetek által elhurcolt szomódi és Dunaszent Miklósi lakosok történetét. 1944. decemberében az oroszok elfoglalták a környékünket, tehát ezt a települést. 45. január 1-én összeszedték, ez egy nagyon szép nap volt, összeszedték a helybelieket, és elvitték őket utatásni. Délután Agostyánba került, vagy éjszakára Agostyánba kerültek, mert nem hozták őket haza, hanem Málejkén robotra hurcolták el az embereket. Agostyán és Tata között van egy átjáró Szomód felé, egy út. Ők megpróbáltak itt hazajönni, oroszok megfogták őket, fölvitték Dunaszent Miklósra őket, és a Dunaszent Miklósi erdőbe halomra lőtték őket. Tehát 26 ember közül 11 szomódi volt. Szomód őrzi és éli német nemzetiségi hagyományait. A tájházban helytörténeti gyűjteményt hoztak létre. Kamrájában a sváb falvakra jellemző szakmák eszközei is láthatók. A házat az Edelweiss Német Hagyományőrző Egyesület gondozza. A Hagyományőrző Egyesület 2017-ben alakult, azzal a céllal, hogy azokat a hagyományokat, amik fellelhetők, ének, zene, tánc, gasztronómia, viselet, ezeket összegyűjtse, segítse a német önkormányzat munkáját, illetve itt a tájház udvarán, rendezvénytéren, ha lehet minél többször évente rendezvényen bemutassuk ezeket. A tájház udvara helyet adott már a Musikfestnek is, a vármegyékben működő német nemzetiségi ének, zene és tánccsoportok találkozójának. Az ehhez hasonló ünnepeken a Szomódi Fúvós zenekar is játszik. A zenekar most már kinőtte magát akkorává, hogy észak-magyarországi sváb zenekarként 2017-ben részt vett egy országos megmérettetésen, ahol kiemelt aranyminősítést ért el. Aki Szomódra látogat, feltétlenül tegyen egy nagy sétát a Szőlőhegyen. Csodálatos panorámában lesz része, ráadásul kitűnő borokat kóstolhat, amik országos versenyeken is bizonyítottak már.
Minden évben megszervezésre kerül a szomódi borverseny, ahol 20 hobbi borász szokott eljönni, illetve szokott leadni mintát, és olyan 70 tételről beszélhetünk, ezeknek a nagy része, ugye mint fehérboros borvidék, olasz Riesling, királyleányka, külföldiek közül a Sauvignon Blanc és a Chardonnay. Ezen kívül vannak nagyon finom vörösborok is, és különlegességként ederfürdő, illetve még Otello szőlővel, illetve borral is találkozhatunk. Szomó településnek számtalan rendezvénye van, és az aktív borászok mindig segítenek ebben, eljönnek, kínálják a saját maguk által készített boraikat. Farsangkor Schwab bált, évközben túrákat és kirándulásokat, ősszel nemzetiségi zenei fesztivált és szüreti mulatságot is szoktak tartani Szomódon. A rendezvényektől függetlenül is érdemes felkerekedni egy hétvégén, és ellátogatni ebbe a kedves és szép faluba, a Gerecse nyugati hegyvidékére. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.